Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy felraktuk az összes programot, illetve megmutattam, hogyan lehet felrakni a programokat Linux mint alá, most pedig a lemezkezelésről fogunk beszélni. Gyakorlatilag a lemezek formázása, particionálása nagyon egyszerű, grafikus felületen. Igen, ez nem csak a Linux minthez tartozó speciális program, hanem beszeretném mutatni a GNOME Disk elnevezésű programot, azaz bárki, akinek a tárolójába bent van a GNOME Disk elnevezésű programocska, ő neki ez a videó hasznos lesz. Azaz első körben indítsuk el a programot, nem ez az első feladat, nem az az első feladat, hogy beírod, hogy lemezek, és elindítod a programot, hanem az, hogy eldöntöd hova, mit, és milyen partícióval szeretnél felcsatolni. Azaz, hogyha több mint egy darab lemezed van, akkor már valóban el kell gondolkodni, hogy a meglévő lemezeidet egy normál struktúra szerint rakosgasd el. Gyakorlatilag látni, hogy nekem elég sok lemezem van, azaz nem egy nagy, hanem több kisebb lemezem van. Én ezt azért szeretem, mert hogyha egyik megpusztul, akkor csak az azon lévő adatok tűnnek el, és nem az összes. Én szeretem valami rendszer szerint összerakosgatni a lemezeimet, partícióimat, így megtalálok mindent mindenkor, újra telepítéskor nagyon egyszerű helyzetben vagyok, mert a partíció, illetve a lemeznevek nem valami össze-vissza hosszú karakter, majd meglátjátok milyen az a hosszú karakter, hanem egy egyértelmű, megfelelő név. Azaz fájlkezelőbe is kényelmesen megtalálsz valamit, hogyha a lemezednek, partíciódnak van egy saját beszélő neve. Akkor könnyen felcsatolod, megtalálod, nem kavarod össze a lemezeket, nincs olyan, hogy 2 darab, 3 darab, 5 darab egyforma lemez van a gépedbe, vagy egyforma partíció, és nem tudod melyik, hanem az az ideális, amikor te azt látod, hogy van egy neve. Tehát első gondolatban legyünk szívesek eldönteni, hogy mit és hova fogunk csatolni, azaz milyen olyan fájl rendszert, inkább úgy mondom lemezrendszert alakítunk ki, amire neked szükséged van, amit kényelmesen tudsz használni. Hát természetesen a lefölcsatolgatás az simán működik fájlkezelőben. Ha megnyitsz egy fájlkezelőt, természetesen itt vannak a lemezek, ha ráböksz egyre, az fel fogja neked csatolni. Láthatóan felcsatolta az adott lemezt, igazából ez nem egy nagy dolog, de én azt szeretem, amikor például a saját mappámban itt fel van csatolva a lemez, nem külön kell csatolgatni, hanem egy megadott könyvtár alá becsatolja. Az én lemezem, amivel most fogunk foglalkozni, ami egy 120-as lemez. Hát mivel, hogy 120-as lemez és 120-as lesz a neve a könyvtárban, amivel felcsatolunk, hát bizony első körben létrehozzuk az új mappa létrehozásával azt, hogy bizony nekünk a mappa, amibe be fogom csatolni, az legyen, hogy 120. Ezt érdemes megcsinálni, hogyha eldöntötted, hogy mi hova legyen csatolva, akkor létrehozod azokat a könyvtárakat, egyébként különböző egyéb helyekre oda csatolgatja a dolgaidat, az nem feltétlenül kén, azt szeretem a home mappa alatt mindent egy könyvtár alá be tudok rakosgatni, és akkor kényelmesen tudok vele dolgozni. Oké, hogyha felcsatolsz egy lemezt egy könyvtár alá, akkor láthatóan egy ilyen kis lemezjel meg fog jelenni, le is olvashatjátok, hogy a letöltések a munka, illetve a zenék elnevezésű mappába, az bizony nem egy mappa, persze, hogy egy mappa természetesen, hanem alá be van csatolva egy lemez. Mit jelent az, hogy be van csatolva a lemez? Hogyha én a munka könyvtárra rábökök, akkor odaugrik a megfelelő 480-as elnevezésű lemezemre, és akkor már nem a rendszer lemezt, bár úgy néz ki, minthogyha a home könyvtárom alatt lennénk, már fizikálisan nem ott, hanem a 480-as, azaz a munka elnevezésű lemezen vagyok, és oda fogja menteni a dolgokat, amiket én itt létrehozok, azaz nem a fő lemezen, a rendszer lemezen, hanem egy különálló lemezen. Miért jó ez? Azért, mert hogyha újra telepítem az egészet, akkor természetesen a rendszer lemezem törlődni, felülírodni fog, és bizony elveszhetnek az adatok, de hogyha minden egyéb, ami nem a rendszerhez tartozik, egy külön erre rendeltetett lemezen, lemezeken van,
akkor nem lesz nekem olyan botrányom, hogy felülírtam egy akármilyen új telepítéssel azokat az adatokat, amik fontosabbak, mint a rendszerem, a felhasználói adataim. Én biztos kitépném a hajamat jelen pillanatban, hogyha 1, 2, 3, 4, akárhány munkám, ami nagyon-nagyon sok órai munka, eltűnne csak azért, mert felülírattam a rendszeremet, vagy újra telepítettem, mert éppen nem a Linux mintet, hanem mondjuk az MX Linuxot szeretném használni. Azaz mindig értelemszerűen gondoljátok át, hogy mi hol van, és azt vegyétek figyelembe. Oké. A következő dolog természetesen az, hogy visszamegyünk majd a lemezekhez, de egy picit kényelmesebbé teszem a dolgokat. Beléptem a 120-as könyvtáromba. Ennek a későbbiekben lesz hatása, vagy illetve lesz értelme. Megkeressük a 120-as lemezünket, ami bizony szépen kérje, hogy 120 GB, ha több 120 GB-os lemezem lenne. Nyilvánvalóan van, és azokat én használni szoktam, akkor természetesen a megfelelőt kiválasztjuk, a megfelelő kiválasztása megtörtént, rá fogok bökni 120. Oké, mit látunk jelen pillanatban, hogy önneki van egy neve, van egy modellje, egy sorozatszáma, felmérés, hát valamit felmér, hogy mennyire pontos ez a felmérés, vagy bizonyítva van, hogy ez ténylegesen jó, vagy nem jó, azt én megmondani nem tudom, tehát hiába írja ki, hogy jó, lehet, hogy lepusztul a lemez egy nap múlva, vagy hiába írja ki, hogy kevésbé jó, és lehet, hogy 3 évig használjuk, ezt nem tudom megmondani, hogy ez 100%-osan biztos adat-e, de én úgy gondolom, mivel hogy ez egy viszonylag új lemez, bizony én úgy gondolom, hogy ez jó minőségű, a méret ide ki van írva, még egyszer megellenőzöm, hogy a 120-as lemezem-e, igen, az, és lehet látni, hogy ezen van egy darab partíció, amit én most el akarok majd tüntetni, újraformázni a lemezt, és felcsatolni a 120-as könyvtáramba. Oké, lépjünk is tovább. Hogyha én nem vagyok biztos, hogy jó lemezre léptem, akkor ezzel a kis nyilacskával, a nyilacska mutatja, hogy ezzel lehet felcsatolni, hozzáilleszteni a rendszeremhez, akkor bizony leellenőrzöm, hogy ez valóban jó lemeze, és azt szeretném megnézni, hogy ez valóban jó lemez, amit én törölni szeretnék, rányomtam, csatolva van, látható, hogy nem a Home könyvtárba, hanem a megfelelő rendszer szerint a média könyvtárba csatolta fel, rendszer könyvtár egyébként, a Laci alkönyvtárba és a 120-as alá. Azért kapta meg rögtön a 120-as nevet, mert ez a partíciómnak a neve, hogy 120, ezt én saját magam meg tudom adni. Oké, én most erre rákattintok, én rákattintottam, és lehet látni, hogy megnyílik. Tehát le tudom ellenőrizni, nem tudom elbarmolni a partíciós táblát, vagy a lemezt, úgyhogy bizony nem tudom, nem ellenőrzöm le, hogy mi van rajta, láthatóan az van rajta, aminek kell lenni, gyakorlatilag semmi nincs rajta, csak a lemezek MD elnevezési fájl, ez nekem a heppem, mondjátok ki nyugodtan, hogy az én hülyeségem, hogyha van egy lemez, ami esetleg még cserélhető lemez is, mert bizony ez egy SS kártya, ami dokkolóban van, vagy lehet, hogy egy pendrive, vagy lehet, hogy egy akármilyen lemez, ami a gépemben van, annak az alkönyvtárába, illetve azt mondom, hogy annak a főkönyvtárába, gyökerébe legyen egy olyan állományom, ami leírja, hogy mi van rajta. Ennyi. Ilyenkor nekem nagyon fontos, hogy tudjam. Tehát vannak könyvtárak, akármik egyforma elnevezési könyvtárak különböző lemezen, különböző sorszámú könyvtárak, akkor biztos, hogy nem tudom fejből, hogy éppen akkor mi van, főleg, hogyha az a könyvtár mondjuk 3 éves, és abba gyűjtögetek valami akármit. Én szeretem, hogyha van egy szöveges fájl, amiben le van írva, hogy a lemez mit tartalmaz, nem jelentes semmi gondot, ki is lépünk a fájlkezelőből, ezt mindenképp érdemes megtenni, olyan lemezhez jó lenne, hogyha nem nyúlkálnátok, nem formáznátok, ami éppen nyitva van valahol. Lehet, sőt biztos, hogy egyes programok még cimmognak is, siránkoznak,
hogy olyan partícióhoz nyúlsz, olyan lemezhez nyúlsz, azt próbálod formázni, ami éppen megvan nyitva mondjuk egy fájlkezelőbe, vagy valamilyen program ott lévő állományokat próbál manipulálni, mondjuk egy szövegszerkesztő megnyitotta az adott állományt. Nem szeretem, biztos, ami biztos, legyen minden tiszta, egyértelmű és óvatos. Miért kell óvatosnak lenni? Mert ha elbarmolom, eltolom, elrontom, mert nem a program, hanem én rontom el a partíciós táblát, vagy én írom felül, én formázom le, én tüntetem el az adatokat, akkor az nekem nem jó. Oké, le fogom csatolni ezt a lemezt, mivel nyilvánvalóan ezzel fogom lecsatolni, mert gyakorlatilag ezzel csatoltam fel. Mivel, hogy ezen már van egy partíciós tábla, és meg szeretném neked mutatni, hogyan lehet partíciós táblát létrehozni, azaz, hogyha új lemezt teszel be a gépedbe, akkor ezzel indítasz, akkor eltüntetem erről a megfelelő partíciót, leminuszolom, látható minusz, és törölni szeretném a partíciót. Oké, töröltem, 3 darab A betű, hiszen jelen pillanatban éppen a rendszer felépítését csinálom, és bizony itt ülök a gép mellett elég sokat, azaz a 3 betűs jelszó az megfelelő. Nyilván nem ezt a jelszót használom akkor, amikor már készen vagyok, és minden rendszer üzembe fog működni. Oké, logikus feltételezés az, hogy eltüntettem az itt lévő mínusz jellel, eltüntettem a partíciót, töröltem, akkor a hozzáadás az úgy működik, hogy a pluszra fogok kattintani. Egyébként én ezért szeretem ezt a GNOME Disk vagy lemezek, magyarul lemezek elnevezési programot, mert ebbe és a többibe is minden totál logikusan van megcsinálva. Azaz, rákattintunk, partíció méret maximum 120 giga lehet. Nyilvánvalóan, hogyha egy lemezre 2 darab partíciót szeretnél csinálni, és az egész lemezt kihasználni, akkor tudsz 2 60-asat csinálni, de egy 60-as és egy 61-es méretű, gigabyte méretű partíciót nem. Van a lemez, azt szét tudod osztani különböző fakokra, részekre. Ezt hívják partíciónak, azaz én úgy szoktam dönteni, általában, mivel elég sok lemezt használok, és különben is belekeverednék az ennél bonyolultabb dolgokba, egy lemez, egy partíció, de többet is létre tudsz hozni, egy bizonyos korlátokkal, de létre tudsz hozni. Nyilván betettem a lemezt a gépbe, illetve a régi lemezről leszettem a partíciót, létre kell hozni a partíciós táblát, ami annyiból áll, hogy megadod a méretet, persze gigabyte, meg terabyte, meg egyebek vannak megabyte, abba adod meg, amiben tetszik, és utána megadtuk, hogy 120, ez a maximális méret, akkor a következőre tudunk lépni. A következő gondolat, hogyha ezt levesszük 60-ra, gyorsan leveszem 60-ra, megpróbálom eltalálni a 60-ast, akkor ide kiírja neked bekattintás után, hogy még van szabad 60 helyed, tehát nem keveredsz bele, hogy mennyi van, mennyit használtál el. Nyilvánvalóan jelen pillanatban a csúszkát kihúzzuk ide, csúszkával is lehet dolgozni, de én úgy gondolom, hogy beírogatás azért korrektebb, szebb és pontosabb, mint a csúszka használata. Az a 120 gigás lemezpartíciót hozok létre, amelynek a mérete 120 giga, és egyetlen egy, ez nem teljesen igaz, de majdnem egyetlen egy mikronyi hely nem fog maradni üresen. Nem szeretem, hogyha üresen vannak a helyek. Oké, a következő, a partíció le van határolva, 120 GB legyen, és ezt le kell formázni. Ezzel alakítod ki azt a táblázatot, amit partíciós tábla mellett, amit a formázással létre fogsz hozni, amiben majd a rendszered beírogatja, hogy melyik fájl hol van. Azaz, kap egy kötetnevet, nyilvánvalóan a meglepő 120-as nevet fogja megkapni, hagyományosan ennek a adatmentésre, különböző egyéb ilyen dolgokra rendeltetett lemezemnek 120, ez a mérete, 120-as lesz a neve. Meg kell adni. Miért? Azért kell megadni, mert így kényelmesebben azonosítod a lemezt, meg ahogy az előbb láttátok, automata felcsatolással azonnal megkapja a kötet nevet, a partíció nevet, amikor felcsatoltad, oda csatoljava kell, de azért nem mindegy, hogy a média per Laci és XYZ hosszú egy csomó össze-vissza karakter,
könyvtárba kerül bele, vagy pedig a média per Laci per 120 könyvtárba kerül bele, ez a lemez oda kerül felcsatolásra. Oké, kötet név 120, törlés. Törlésről akármi gondolatot lehet tenni, de előtte gondold át. Gondold át, mert hogyha ezzel beállítod a teljes törlést, akkor biztos 99,9%, hogy te visszaállítani nem fogod tudni az adatokat. Törölni akkor szoktam lemezt, teljes mértékben törölni, akkor, amikor az a lemez kikerül máshoz, neki adom, vagy ő ad nekem lemezt, és előtte letörölünk ezzel mindent, ez visszaállíthatatlan törlés. Hozzáteszem, és ez biztos, ami biztos, elmondom, ha a partíciós táblát, ahogy én az előbb csináltam, letöröltem és létrehozom, majd a partíciókat újraformázom, kialakítom a fájlrendszert rajta, akkor azokat se tudod visszaguberálni az adatokat, mert ezek bizony el fogják tüntetni, azaz mindent meg kell gondolni. Én nem szeretnék most töröltetni, gyakorlatilag miért nem szeretnék töröltetni? Azért, mert előtte már bizony mindent letöröltem róla, a lemezről, kivéve azt az egy darab fájlt, hogy bemutassam, hogy véleményem szerint érdemes minden lemez, minden partíciót az ő saját gyökerébe ellátni egy valami kis információs dologgal, hogy tud, hogy mi van rajta. Ha nincs kedved, nem kell csinálni, én szeretem. Oké. A következő lépés az, hogy típus, belső lemez. Ezt akkor használod, és kizárólag akkor használod, ha 101, ismétlem 101%, hogy csak Linux alatt használod. Oké? Erre mindenképp oda kell figyelni, Windows alatt is tudsz olyan partíciós táblákat használni, olyan fájlrendszert használni, ami csak Linux alá készült, persze fel lehet ott is barkácsolni, de igazából nem az az ideális. Az az ideális, hogyha el és vissza mozgatod, mint például egy pendrive-ot, vagy külső adathordozót, vagy esetlegesen ilyen dokkolóba betuszkolt SSD kártyákat, azokat el-vissza mozgatod Linux vagy Windows rendszerek között, akkor legyünk már szívesek olyan partíciós táblát kialakítani, amit a Windows is olvas. Nem a Linuxos dolgokkal van probléma, mármint úgy értem, hogy a Linux bármit olvas alapszinten, hanem a Windows nem feltétlenül fogja tudni olvasni például az X4-es partíciós táblát, és akkor esetleg csúnya szavakat használ az, aki nem tudja elolvasni a lemezen lévő adatokat. Azaz, eldöntjük, hogy belső lemez csak Linuxon. Oké, mivel ugye ez csak Linuxos lesz, ez az én saját adatmentéses lemezem, harmadik szintű adatmentési lemezem, akkor bizony ez bizony Linuxos rendszer lesz. Oké, lépünk ám majd tovább. Jelszóval védett kötet, nyilván nem szeretném én ezt a partíciót, ezt a kötetet, úgy is hívhatjuk, hogy kötet, nem szeretném jelszóval védeni. Miért? Mert egy adatmentési rendszerem van, én gyakorlatilag úgy gondolom, hogy az adatmentések gyorsan készüljenek, ne legyen benne fent akadás, és ne kelljen különböző jelszavakat megadni ahhoz, hogy ahhoz az adatmentési lemezemhez hozzáférjek. Oké, tehát nem szeretném jelszóval védeni. A következő lehetőség, ha rákattintunk, akkor egy NTFS fájlrendszert fogunk létrehozni. A kettő között az a különbség mi szempontunkból, hogy az NTFS fájlrendszert bármelyik Windows, hát az újabbak, olvasni és írni is fogják tudni. Gyakorlatilag vannak ilyen jogosultságbeli eltérések az X4, illetve Linuxos partíciók között, és az NTFS partíciók között, de alapvetően inkább arra legyünk figyelmesek, hogyha mi Windows alatt is szeretnénk ezt a lemezt használni, akkor az X4 és a többi nem jó, hanem az NTFS-t kell választani. Tetszőleges rendszerrel és eszközzel való használat, ez a FAT. FATot akkor használsz, amikor mondjuk egy pendrive-ot szeretnél mindenhol használni, régebbi DOS-os gépeken is, régebbi gépeken is szeretnéd ezt használni. Ennek elég sok a mai szempontok szerint ismert korlátozása van, azaz
használjunk Linuxos fájrendszert, vagy használjunk NTFS fájrendszert, abba komolyabb, számunkra komolyabb korlátozás nincs, és van az utolsó, az egyéb. Nyilvánvalóan ez a videó kezdőknek szól, egyebet nem szeretnénk használni. Én gyorsan visszamegyek a belső lemezre, és létre fogom hozni. Hát megint a jelszavamat megkéri, és hitelesíteni fogom, és le fogja hitelesíteni a dolgokat. Majd utána elkészíti, kérje ide menet közben, hogy készítem a file systemet. Ez lemeztől, az időjárástól, egyéb holdállástól függően bizonyos ideig el fog tartani, ki kell várni. Egy 4 terás lemez leformázása hosszadalmasabb idő, lehet olyan helyzet, amikor az nem 1-2 perc, hanem órák. De az a lényeg, hogy létrehozza a partíciós táblánkat, ami nagyon fontos, alapesetben egy X4-eset hoz létre, a egyébnél tudod esetlegesen eldönteni azt, hogy te olyan Linux alá rendelt fájrendszer szeretnél használni, ami nem X4-es. Sok van ilyen, 3-4 olyan fájrendszer van, ami aktívan van használva. Hogyha neked éppen az X4 nem tetszik, hallgass meg a BTRFS-ről szóló videóimat, az is egy nagyon jó, és talán egy picivel, többet tudó fájrendszer, mint bizony a általam használt, illetve automatikusan beállított X4-es. Oké, következő gondolat, hogy bizony ezt felcsatolhatnánk, és megnézhetnénk, hogy most aztán nincsen rajta semmi. Nem fogjuk megtenni, hiszen leformázott lemezt nézegetni, ahogy üres, az nem túl izgalmatos. A következő lépés, szeretném ezt nem az előbb látható akármilyen file elérési útba, lemez elérési útba, Media Laci 120-asba felcsatolni, beszeretném helyezni az én saját könyvtáramba, a 120-as elnevezésű könyvtárba, legyen szíves felcsatolni. Azaz, hogyha én belépek a 120-as elnevezésű könyvtárba, akkor menjen már erre a lemezre, és amit abba a könyvtárba beírok, helyezze el ezen a lemezen, hogyan lehet megtenni. Nagyon egyszerűen kihasználjuk azt, hogy ezt a gombot ismerjük meg, ezt a gombot ismerjük, de ezt még nem. Hát nézzük meg, hogy mi van ezen gomb mögött. Partíció formázása, igen, nem kell eltüntetni a partíciós táblázatot, ahogy én eltüntettem, hanem le lehet formázni a partíciót, ugyanazt a dolgot kapjuk, ugyanazon dolgokat kapjuk meg, beállításokat, mint az előbb. Következő lépés, mi van partíció szerkesztése, típus, hát bizony, ez egy Linux fájrendszer, a megszokott, azon kívül lehet látni, hogy ennyiféle beállítási lehetőség van. Nem kellene átállítani azt a típust, amit beállítottunk. Én úgy gondolom, hogy aki nem tudja azokat a fájrendszereket, hát hogy is mondjam, profi szinten kezelni, ismerni, amikre van lehetőség, önneki hát bizony maradjunk meg az alap 2-3 fájrendszernél, BTRFS, X4-es, illetve nyilván, hogyha erőteljes Windows függőségünk van, akkor az NTFS fájrendszernél több is nagyon jó, természetesen, de mi használjuk azt, ami odavaló. Ne kavarjunk, ne okoskodjunk bele, ezt már többször mondtam, és nyilvánvalóan oka van, hogy ennyire sokszor elmondom, hogy nem kell szétbarkácsolni mindent, és nem kell mindig mindenbe beleokoskodni, hanem hagyjuk rá a disztribútor, vagy éppen a program készítője, hogy alapértelmezett az X4-es, ha a Linuxot szeretnénk használni, akkor használjuk. Ha a disztribútorod úgy döntött, hogy őneki a BTRFS fájrendszer az alap, akkor használjuk azt. Ahhoz készítette el. Adhatunk neki nevet, illetve jelölőket, rendszerpartíció, elrejtés, illetve örökölt BIOS indítható. Azaz megadhatod, hogy indítható legyen ez a lemez, ez kap egy zászlót, egy jelzést, arra, hogy bizony indítható partíció, indítható lemez, attól függ, hogy egy partícióról vagy esetlegesen egy lemezről beszélünk, nem szeretnénk ehhez hozzányúlni, mert gyakorlatilag belekavarodhat az ember, azaz ehhez nem kéne nyúlni, de tudjuk, hogy itt lehet ezeket megtenni. Fájrendszer szerkesztése, címke szerkesztése van, oké,
ezt nem fogunk hozzányúlni. Jelmondat megváltoztatása, nyilvánvalóan én nem választottam a jelszóval védett partíciót, lemezt jelen pillanatban, egyszerűen azért, mert nem volt rá szükségem, nem lesz rá szükségem, azaz a jelmondatot, jelszót itt meg tudnám változtatni. Átméretezés, lemezt át tudsz méretezni. Gyakorlatilag az átméretezés akkor érdekes, amikor van rajta egy csomó adat, és úgy gondolod, hogy hát ezen 120 gigás lemezen van egy darab partícióm, ami 120 gigás, de jó lenne úgy csinálni, hogy 60, meg még egy 60 partíció legyen, tehát kettő darab különálló fak rész legyen ezen a lemezen, ezt itt meg tudod tenni. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy ez egy 99%-ig biztonságos dolog, ha lemez pici. Van időd, van plusz tárhelyed, lényegesen egyszerűbb lemásolni, átmásolni, egy biztonsági mentést készíteni az adott partícióról, lemez tartalomról, így pontosabb, és utána létrehozni az adott lemezen az előbbi példa szerint nem egy 120-as, hanem kettő darab 60 gigás partíciót. Gyakorlatilag mindenki maga tudja, nem kéne utólag hozzányulogatni, én úgy gondolom, hogy inkább előtte gondold át a dolgokat. Oké, fájrendszer ellenőrzés, ez egy fontos dolog, de nem gyors. Gyakorlatilag ellenőrzöd a fájrendszert, hogyha abban a fájrendszerben hiba van, nem szokott előfordulni, de előfordulhat, hogy van ilyen hiba, akkor itt egy bizonyos szintű ellenőrzést le tudsz folytatni. Régebbi lemezek, innét onnan hozzád vágott lemezek, hogy valakinek a gépéből kikerült lemez, vagy egyéb ilyen adathordozó, hát az bizony azért érdemes először is átparticionálni, hogy minden adat eltűnjön, és ne utólag derüljön ki, hogy te olyan adatokat nézegetsz, olyan doksikat nézegetsz, amihez hód biztos, hogy semmi között, tehát érdemes leformázni a lemezt, és utána ellenőrizni a fájrendszert, és ha sok hiba van, akkor nyilvánvalóan nem használni, nem nyomunk az okéra, természetesen erre nincs időm. A következő, a fájrendszer javítása, ha hibát talál az adott fájrendszerbe, vagy éppen valami furcsa dolgokat ér ki a csatolásnál, nem tudja felcsatolni, hibás fájrendszer, valami ilyesmiket ír ki, alap minimális javítást ezzel el tudsz végezni. Nagyon egyszerű. Egy-kétszer ez megmentette a hátsómat, mert én elég sok lemezt használok dokkolóba, és a dokkolóban van, amikor hát bizony megsérülhet a lemeznek valamije, és hibás lesz a lemez, legkisebb akármilyen áramszünet, áramkimaradás, nem írta ki rendesen a dolgokat egyéb miatt, hát bizony azt írja ki, hogy nem csatolható, rossz az egész, jaj, most mi lesz? Akkor ez meg szokott engem menteni, tehát hogyha ilyen problémád van, első körben nem pánikolunk, hanem megpróbáljuk a fájrendszert helyrehozni, elég komoly dolgokat meg lehet csináltatni vele, azaz egy-kétszer nekem nagyon jó volt, másodperc alatt lefutott, helyrehozta a fájrendszert, és utána már az adatok nagy részben, vagy egészében olvashatóak voltak. Szuper megoldás, igaz? Tehát eddig arról beszéltünk, hogy hát csinálunk egy partíciós táblát, aztán leformázzuk, hát nagyon jó dolog, hát igazából ennyi. Nem csak ennyi ez a program, hanem azon túl igen-igen sok dolgot tud. Oké, hát fájrendszer ellenőrzése, fájrendszer javítása megvan, tulajdonjog átvétele. Na, ez egy nagyon fontos dolog, és nem sok minden köze van a formázáshoz, a partíciós tábla írásához, csatolgatáshoz, egyébhez, ha nem, olyan lemez kerül be a gépedbe, ami nem a tied, előfordulhat, hogy a rendszered, a Linux rendszered azt látja, hogy ahhoz neked nincs hozzáférési jogod, nem a te tulajdonod Linux. Az bizony hálózati, sok felhasználós dolog. Azaz, vannak jogok, akár csoportjogok, akár egyéni, személyre szabott user jogok vannak, és hogyha nincs valamihez jogod, az neked aztán hozzáférésed nem lesz kőkeményen. Hiába vagy te a géped tulajdonosa, a rendszered, hogyha azt látja, hogy az az állomány, az a könyvtár, az a lemez nem a te tulajdonod, idézőjelbe,
akkor bizony azt mondja, hogy hát nem tudsz rá írni. Én belefutottam ilyesmibe, akkor jöttem rá, hogy bizony ezzel az egész tulajdonrendszert át tudod iratni saját magadhoz, azaz, hogyha egy idegen lemez kerül be a gépedbe, vagy újra telepítetted a rendszert, esetleg más felhasználói neved van, vagy egyéb felhasználónak oda szeretnéd adni ezt a lemez használati jogot, akkor ő megnyomja, illetve te megnyomod a tulajdonjog átvételét. A tulajdonjog átvétele nagyon egyszerű, az összes állománynak a tulajdonlását, a jogát átírja a te felhasználódra, a te felhasználód az, amivel éppen most be vagyok jelentkezve, és akkor ilyen tulajdonlási, ilyen hozzáférési problémád nem lesz, de erre nagyon figyelj, rekurzív mód engedélyezése. Tehát, hogyha egy telelemezt kapsz, vagy azon vannak állományok, könyvtárak, akkor nem elegendő ilyen esetben megnyomni az OK gombot, hanem itt a rekurzív mód, azaz összes könyvtárba, összes al-al-al könyvtárba hajtsa végre az átvételt, és így bizony az egész lemezre, az összes állományra hajtsa végre. Nyilván nem hajtattam végre, mert enyém a lemez, mert különben is semmi nincs rajta. Így értelemszerűen fölösleges időpazarlás lenne lemeztől, lemez mérettől, állomány mennyiségétől, darab számától függ az, hogy milyen gyorsan csinálja ezt meg, lényegesen egyszerűbb, mint például terminálba megadni a megfelelő parancsot. Oké, most jön a következő dolog, amit átugrunk, hogy haladjunk az egyszerűbb dolgokkal, a partíció lemezkép létrehozása. Azaz, hogyha erről a partícióról szeretnél egy totál teljes mentést csinálni, akkor létrehozhatsz egy lemezképet, ami gyakorlatilag egy image kép, és ezt vissza tudod iratni egy ugyanilyen lemezre. Azaz, hát bizony, nagyon kényelmes, hogyha van egy csomó lemezed, mondjuk ez egy mentési lemez céllal készült lemez lesz, és erről szeretnék egy teljes mentést csinálni, akkor ezzel meg tudjuk csinálni. Oké, és hova kerüljön? Természetesen meg tudod adni, hogy hova kerüljön ez az image, ez a lemezkép. Én úgy gondolom, hogy ezt érdemes megcsinálni sok esetben, ha van egy olyan működő rendszered, ami igazából nagyon bevált, és te a közeljövőben, következő 1-2-3-5 évben nem szeretnél igazából másfajta Linuxot használni, akkor felrakod a Linuxodat egy lemezre, nyilvánvalóan beállogatod, és csinálsz egy lemezképet róla. Hogyha véletlenül valami történik a Linuxoddal, az adott rendszerrel, visszaíratod. És akkor minden bitről bitre pontosan ugyanaz lesz. Tehát egy ilyen rendszermentéses megoldásba is lehet gondolkodni ebben a lemezképpel. Igazából nem mindennapi dolog, de ezzel is meg lehet csinálni, és úgy, hogy kettő darab kattintás, és a visszaállítása is szintén kettő darab kattintás. Nézzük meg, mi a következő gondolat, lemezkép visszaállítása, megadod neki, hogy hol van az a lemezkép, amit készítettél, és megmondod neki, hogy hova legyen szíves visszapaklászni. Ennyi. Erre a lemezre, ami éppen be van jelölve, visszapakolná azt a lemezképet. Szuper megoldás! Szuper! Mert egy lemezt, ami lehet rendszerlemez, adatlemez, akármilyen lemez, le tudsz menteni és vissza tudsz állítani különböző trükközés nélkül. Bitről bitre, tehát lefényképezi és visszaadja, mint egy negatív, vissza fogja adni azt az állapotot pontosan, amit te akkor mentettél. Szuper megoldás szerintem, és ha valakinek van kedve, próbálja ki, illetve van egy partíció teljesítmény teszt, ezzel én nem fogok foglalkozni, igazából soha nem voltam oda ilyen teljesítmény tesztekért, azon kívül, hogy megnézem, hogy mit veszek, illetve amikor már öregszenek a dolgaim, akkor csinálok egy-egy teljesítmény tesztet, de nem nagyon érdekel ilyen teszteléses dolog, már mint egy teljesítményteszt, hogy most 500-zal, vagy 520-zal, vagy 490-nel írja a dolgokat, melyik a gyorsabb. Én gyakorlatilag tudom, hogy melyik lemezem mennyire gyors,
nagyjából kategória szerint be van állítva a fejembe, hogy melyik. Hát bizony, akit érdekel, hogy éppen milyen gyors írási sebessége van, vagy egyéb, ő meg tudja ezeket nézegetni. Akkor érdemes megnézegetni, amikor hát mondjuk úgy, hogy Dzsunka 20-ról, Kínából rendelsz egy pendrive-ot, egy SSD-t, aztán szeretnéd kideríteni, hogy az mennyire jó, vagy mennyire rossz, mennyire kaptad meg azt, amit te szerettél volna. Én azt mondom, hogy minőségi anyagot kell venni, Dzsunka 20, meg Gagitron elnevezésű akármiket, főleg lemezeket, amelyikkel te dolgozol, amelyiken az adataid vannak, az bizony csak jó helyről minőségű terméket kell megvenni. Persze az, hogy mi a minőségű, meg melyik márka jó, azon én nem vitatkoznék. Nekem van egy elképzelésem, úgy is látjátok, hogy milyen lemezeim vannak, nem titok természetesen, én ezekbe bízok, ezeket szeretem. Oké, következő lépés az, hogy csatolási beállítások szerkesztése. Erről szól a videó, de előtte beszéltem egyéb dolgokról is. Lényeg az számunkra, hogyan csatolunk fel, hogyan helyezünk el egy adott pontra, egy adott könyvtárba egy lemezt. Felhasználói munkamenet alapértékei, ezt ki fogjuk kapcsolni. Oké, kikapcsoltuk. Mivel hogy nem az alapértelmezett média per Laci per 120-ba szeretném csatolni, mert én szeretném elhelyezni a home könyvtáramba, a 120 elnevezési könyvtárba, bizony akkor az alapértelmezett dolgok nem jók. Csatolás a rendszer indításakor egyértelmű, erre szükségem van, elindul a gép, akkor legyen szíves felcsatolni, elhelyezni a file könyvtár struktúrámba ezt a lemezt odaava szeretném, hiszen a mentési rendszerem elkezdene sipolni, hogy ott nincs lemez, ahol én mondtam, vagy a könyvtárba, ami egyébként egy sima könyvtár, elkezdene írogatni, és nem a lemezre, mert nincs alácsatolva a könyvtárnak, hát ez bizony nekem nem kell. Megjelenítés a felhasználói felületen, ez nagyon jó dolog, mert hogyha egy lemezt el akarsz rejteni, akár magad elől, hogy nehogy kattogtass rá például egy háttértárat, amire megy a mentés, akkor itt be tudod állítani további hitelesítés a használathoz, csatoláskor, ezt én nem szoktam bepipálni, nem szeretném azt, hogy jelszót kérjen, illetve akármilyen procedúra legyen ahhoz, hogy felcsatolja. Miért? Mert nekem az a célom, hogy amikor elindul a gép, ez a rendszermentési partíció bekerüljön oda, ahova én beállítom, és a rendszermentések, fájmentések, egyebek megtörténjenek, de hogyha te úgy gondolod, hogy esetlegesen szeretnél egy olyan lemezt létrehozni, amihez csak jelszóval tudsz hozzáférni, itt is meg tudod adni, nyilván akkor a csatolás rendszer indításakor azt természetesen nem fogod beállítani, majd a fájkezelőbe, ahogy az előbb láttátok, rákattintással kapcsoljátok be a megfelelő helyre. Itt lévő dolgokhoz nem nyúlunk. Alapértelmezett dolgok általában jók. Ezek mondják meg, hogy az, ami fel lesz csatolva, az milyen partíciós tábla, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, hogyha érdekel, és remélem későbbiek folyamán érdekelni fog, akkor légy szíves utánolvasni, igazából alapértelmezett mindenkinek, általában majdnem mindenkinek, esetek nagyon-nagyon nagy részében megfelelő lesz. Csatolási pont, hát lehet látni, hogy a csatolási pontja a felcsatolási pontja egy ilyen ordinári, hosszú, használhatatlan, fejből megjegyezhetetlen dolog, na hát ezt el fogjuk innét venni, nem ebbe szeretném én csatolni, kitöröljük az egészet. Egyébként ki lehetne az egészet jelölni és delete gombbal eltüntetni. Előkeressük a megfelelő fájkezelő, fájmenedzselő programocskánkat, ami bizony már elő van készítve. Elkészítettük a könyvtárat, ami alá be lesz csatolva, és tudjuk, hogy a home per Laci per 120-as könyvtárba szeretnénk elhelyezni, na hát ezt nem fogom beírni. Nem fogom beírni, mert a Linux mint alatt, illetve a Cinnamon alatt kapott, és általában legtöbb fájkezelőbe van lehetőség, egyrészt arra, hogy ilyen blokkos megjelenítés legyen, hogy ide kattintasz, visszamész, akkor a 120-asba voltál, visszamész, de van egy olyan lehetőség, hogy a pontos elérési utat ő kilistázza neked,
Hom, Laci, 120, igaz? Hát a francokat írogatom le ezt az egészet, főleg, hogyha ez hosszabb lenne, a Ctrl-C-vel kimásolom, és akkor nagyon boldogan ide beillesztem. Hom, Laci, 120, szuper! Azonosítás, mint, na hát ehhez aztán ne nyúj. Jó? Ehhez aztán ne nyújjál, ez a lemezernek, hogy is mondjam, a rendszer által nyilvántartott sorszáma, azonosítója, ehhez nem kell hozzányúlni. Jó? Tehát ehhez nem piszkálódunk. Oké, a file rendszer típusa. A file rendszer típusa legyen mindig, ha valami éppen ez ellen nem szól, autó. Tehát, hogyha felcsatolja ezt a lemezt, ő megnézi, hogy milyen típusú file rendszer van, vagy beírod explicit az, hogy X4, vagy az általad kiválasztott file rendszer típust. Legyünk őszinték, írogassa akkor át az ember, hogyha probléma van, illetve hát én azt mondom, hogyha nem ismeri föl automatikusan a file rendszert, hogy mi van azon a lemezen, ott valami baj van, vagy a file rendszer leírása vacak, jó lenne, ha vala lemezzel valamit kezdeni, újraformázni, vagy egyéb, vagy a Linux-szal, a Linux rendszereddel van valami probléma, mert automatikusan, főleg, hogyha nem térsz el a főcsapástól, X4, BTRFS, NTFS, ZFS, vagy ez a ismertebb file rendszerek, akkor itt nem szabad az autóval probléma lenni. Ha probléma van, akkor bizony valahol utána kell járni, hogy miért nem ismeri fel. Olyan lemezek, amik ki tudja honnét származnak, ki tudja milyen gépbe, hogyan, miképp formáztak. Láttátok, van egy jó hosszú lista, amilyen file rendszerek léteznek, akkor előfordulhat, hogy automatikusan nem ismeri fel, akkor neked meg kell adni, de alapvetően az autó az jó, leokézzük. Leokéztük, persze megint bekérje a jelszavunkat, hitelesítés, és utána mi történt? Semmi nem történt. Semmi nem történt, lekapcsoltam, visszakapcsoltam, és már Home Laci 120 alatt lesz. Lecsatoltam és visszacsatoltam az elvárt, változtatott file rendszerbe, elérési útba, és lehet látni, hogy ott kaptuk meg, ahol kell. Azaz most már, hogyha rábökünk arra, hogy saját mappa a 120-asba, látjátok, ott van a jel, hogy ez egy külön lemez. Nézzétek meg, lemez, nem lemez, az a kis téglalap a lemez jelképe, és akkor ez egy lemez, és nézzük meg új mappa létrehozása, létre tudtam hozni egy mappát, azaz van tulajdonjogom, és teljes mértékben használhatom ezt a lemezt, fölcsatoltuk. Nézzünk meg még egy-két dolgot, ami érdekes lehet. Lemezformázása, képek, működtetése, teljesítményteszt, smart adatok és öntesztek. Ez már nem az a teljesítményteszt, amit egy kicsit talán negatívan értékeltem, hogy nem kéne hozzányúlni, nem kéne avval játszani, engem nem nagyon hat meg a teljesítményteszt. Itt a smart adatok, ennek nézz utána, hogy mi az összehez jó. Tehát ez a rendszer lemeznek, ez a lemeznek, annak a fizikális lemeznek az ellenőrzése, amelyiket te éppen kijelöltél, leírja a minőségét, hogy jó, milyen, bekapcsolva, 9 éves ez a lemez. 9 éves, 2 hónapos, 18 napos ez a lemez, ennyivel ezelőtt frissítette az adatokat, ilyen melege van a gépenbe. A lemezek, tehát sok-sok olyan dolgot kiír, ami érdekes lehet, főleg akkor érdekes, amikor nem azt írja ki, hogy a lemez jó, vagy valami probléma van. Sokszor ad hibát másoláskor, természetesen normál másoláskor, fájlíráskor, fájltörléskor, a lemez hibákat ad, mindenfajta szöveget kiír, akkor ezt meg kéne nézni, a smart, az bizony a saját tesztje, így bizony érdemes probléma esetén először megnézni, időnként rá kell nézni a lemezre, nagyon régi a lemez, azaz bizony oda kell figyelni, hogy ezen a lemezen lévő, ahogy én mondtam, harmadik mentésen van, biztos, ami biztos, van első, második internetre, tárhelyre mentés, meg ez a harmadik mentés, hogy nekem probléma ne legyen, na hát ennyi. A következő dolog, amire érdemes odafigyelni, főleg a régebbi típusú lemezeknél, tehát a HDD-knél, és nem az SDD-knél, a kimeg bekapcsolási dolog, nem érdemes nagyon belenyúkálni. Ezekbe alapbeállítások jók, de hogyha te neked nagyon zörög a lemez,
sokszor elindul akkor, amikor nem kéne, be tudod tenni egy ilyen energiagazdálkodásba, hogy bizonyos inaktivitásnál kapcsolja ki magát, vagy egyéb hasonló dolgok. Speciális energiagazdálkodás a PM beállításainak alkalmazása alapértelmezett ez, és ha ide mész, akkor jobb teljesítmény ritkábban kapcsolja ki. Nyilván, hogyha egy tárcsával ellátott merev lemez nem pörög, és te írni akarsz rá, akkor azt fel kell pörgetnie a rendszernek, az időbe meg zajba telik. Nyilván a jobb teljesítmény érdekében ezt, hogy leállítja egy bizonyos idő után, készenléti állapotba teszi egy bizonyos idő után, az bizony el lehet egy picit tolni. Ritkábban, hosszabb idő után állítja le, illetve a másik véglet, amikor energia takarékos üzemmódba, persze egy Winchester nem sokat fogyaszt, tehát energia takarékos üzemmód az, hogy többször leállítja, nem vesz fel minimális energiát, akkor természetesen újraindításkor, tehát amikor a lemezhez hozzá akarsz férni, újraindítja a lemezt, akkor többször lesz az, hogy lassabban tudod igénybe venni a lemeznek a szolgáltatását, az adatok írása, illetve olvasása később indul meg. Nem szoktam ezzel nagyon foglalkozni. Írási gyorsítótár nem kéne hozzányúlni. Ennek az alapbeállítása mindig jó, de be tudod állítani egyébként, ahogy tetszik. Írási gyorsítótár bekapcsolása, kikapcsolása. Akkor érdemes kikapcsolni, amikor előszokott fordulni, hogy kirángatod a pendrive-ot, a pendrive-ra való tekintettel, kikapcsolni, vagy az SSD kártyát, Winchester-t a dokkolóból kikapod menet közben, amikor még másol. Mert a másolás úgy történik, nagyon leegyszerűsítve, hogy nem lemezről lemezre megy a másolás rögtön, hanem lemez, gyorsítótár, és a gyorsítótár, ami effektíve egy memória, gyorsítótárból kerül vissza a cél lemezre. Tehát nem A-ból B-be, hanem A-ból bemásolja egy ideiglenes tárba, a gyorsítótárba, ami gyorsabb. Tehát, hogyha kicsi a fájl, vagy keveset másolsz, ami a gyorsítótár méreténél, hát bizony kisebb, akkor villámgyorsnak tűnik a másolás. De hogyha te akkor kapcsolod ki a gépedet, vagy akkor veszed ki az adathordozót, állítod le, vagy akármit leállítod, mondjuk egy áramszünet leállítja, amikor az A-ból bemásolódott a gyorsítótárba, és még nem került át a cél lemezre a B-re, akkor a B-n nem lesz ott logikus. Azt hiszem egyértelmű, persze az arról nem fog eltűnni, de ez akkor kellemetlen, hogy kikapod az SSD-t vagy a pendrive-ot a dokkolóból vagy a csatlakozóból, és hát bizony még nem került át a dolog az adat arra a lemezre, és utána viszel és próbálod leolvastatni, mert nem fog működni. Ezért is volt az, amikor az ISO-kép kiírását mutattam, hogy utána kiadtam a sync parancsot terminálba, azaz összes ilyen gyorsítótárat szinkronizálja, azaz a fájlmásolás, mozgatás, egyebet leszinkronizálja. Oké, picit hosszúra sikeredett, de szerintem egyrészt fontos dolog, nagyon fontos, mert a lemezek azok, amik az igazi értékek a gépedbe. Azon vannak az adataid, nem a rendszer, a Linux rendszer az, ami fontos. Persze az is fontos, mert macera beállítani, meg különben is újra telepíteni, de a felhasználói adataid azok a fontosak. És hogyha ezt trehányul, vacakul, gányul oldod meg, össze-vissza particionálsz, sokszor ilyen átméretezéseket csinálsz, meg egyebeket, akkor lehet, hogy abból adatvesztés lesz. Át kell gondolni, oda kell figyelni. Ahogy láttátok, ez a program, ami egyébként Linux Mint magyar verziója alatt úgy kerül elő, hogy lemezek, GNOME Disk elnevezésű programot kell felrakni, és akkor ugyanezt megkapjátok minden rendszerbe. Az nagyon-nagyon ott van a szeren, kényelmes használni, gyakorlatilag kiválasztod, hogy melyik lemez szeretnéd leformázni, leformázod, kap egy nevet vagy nem, én szeretek neki nevet adni, becsatolod oda. Hát a csatolás is milyen egyszerű. Nem kell szerkeszteni egy szövegfájlt, persze lehet.
a szövegfájlokat, a konfigurációs fájlokat szerkeszteni, de azért valljuk, ez azért kényelmesebb, itt azért kisebb az én általam mutatott elérési út megadásával, kisebb a valószínűsége annak, hogy elrontod, mert nyilvánvalóan, hogyha éppen elrontod az elérési útat, akkor kereshet rá a 120-as könyvtárba a fel nem csatolt lemezt, hogyha éppen a home-ból kimarad az O betű, HMO per Laci per 120, hát akkor keresheted a rendes helyén, nem oda kerül a lemezed, gondot okozhatnak az ilyen dolgok. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!